köszöntöm nézőinket. Hétfőtől új edzője van a Komlói Bányász NB1 B-csoportos férfi kézilabda csapatának. Fenyvesi Károly, aki mostanáig a Tási női csapatát edzette, és 9 évvel ezelőtt már dolgozott a Komlói Gárdának, egyértelmű célként az NB1-es tagságot jelölte meg. A negyedik tenkes kupa nyitott medencés úszóviadalon Harkányban 250 utánpótlás korú versenyző vett részt. A jól sikerült rendezvényen bosnyák és horvát úszók is rajthozáltak a számos helyi és pécsi reménység mellett. Három pécsi tájfutó is tagja a magyar válogatottnak, amely Skóciában a világbajnokságon szerepel. Városunkat Kovács Ildikó, Vinicai Ferenc és Vonyó Péter képviseli, mindhárman a PVSK versenyzői. Teljes magyar sikerrel zárult a Szigetszentmiklóson megrendezett válogatott és nemzetközi petánk verseny. A győztes felnőtt válogatottnak számos pécsi tagja van, akik itthon a Szopjáne Petánk Klub színeiben játszanak. A hölgyeknél két válogatottunk is indult, az A az első, a B a harmadik helyet szerezte meg. Ezen kívül egy arany és egy bronzérmet szereztek ifjúsági versenyzőink is. A Vestel Press jelentése szerint elsőként jutott a legjobb 32 közé a Bátorfi Csilla Tóth Krisztina női páros az Eindhoveni asztali tenisz Európa bajnokságon. A korábbi EB győztes és világbajnoki bronzérmes magyar egység egy lett duót múlt felül 2 szettben. Az 5. szakaszt rendezték a Pécsi kupában a kerékpárosoknak, ahol az 5. szakaszon közel 60 kilométert kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Én az erről készült beszámolóval búcsúzom már a viszontlátásra. 5. alkalommal került megrendezésre a pécsi Csofém Kupa kerékpárverseny. A táv ezúttal 70 km volt, Pécs-Mohács-Pécs útvonalon. A rajt pillanatában a legesélyesebbek az összetett eredmények alapján az előző 4 verseny tükrében. Vörös Benedek, Vörös Ferenc, Ivanics Gergely és Speciár Viktor. Rajtot követően a villányi elágazásig együtt haladt a mezőny, majd a határozottan elkülönült élbolyban Erb Zsolt, Zsombók Dániel és Speciár Viktor tekertek együtt. A mohácsi fordítónál Steig Gábor, Vincefi Zsolt, Steig Csaba és Speciár Viktor haladtak fejfej mellett, a téglagyárhoz érve 40 másodperces előnnyel az együttes mezőnyhöz képest. A hosszú táv és a nehéz pálya próbára tette a versenyzők erejét. Az 5 női induló közül 2 fel is adták a küzdelmet. A nők versenyének győztese Vajda Márta a 4. futam első helyezettje lett, aki most is erőléte javítása érdekében indult, egyébként mountain bike megmérettetéseken szerepel. Hogy érzed magad? Hát köszönöm, egy kicsit fáradtan. Milyennek értékelted most a mezőnyt a múltkorihoz képest? Hát sokkal erősebb volt a mezőny. Csak 14 kilométert bírtam velük menni, aztán leszakadtam. Ez egy ilyen 3-as, 4-es bolyjal mentünk tovább, de már nagyon vártam, hogy vége legyen, már számoltam vissza a kilométereket. Mountain bike-os versenyekhez képest ez a táv most milyen volt? Hát ez most kemény volt, legalább, hát végül is legalább volt olyan kemény, mint egy mountain bike-os verseny. Itt most végig nyomni kellett szinte, mivel hogy a nagy boly elment, én most nekem is dolgoznom kellett, nem tudtam lógni. Múltkori versenyen ez inkább bejött. Hát igen, ott szépen elutazgattam, de itt most sajnos nem tudtam. A női mezőny második helyezettje Ispán Laura, a harmadik a Szekszárdról érkezett Borbély Lívia. A férfiak versenyében első Speciár Viktor, második Steig Gábor, harmadik Vincefi Zsolt. Téglagyárnál 43 másodperccel vezetett az élboly, milyen volt így versenyezni? Hát egy kicsit nehéz volt most ez a szakasz nekem legalábbis, elég dombos volt, nagy tempót kellett menni, mert üldözött a boly. Hát úgy érzem, hogy most a társaim erősebbek voltak nálam, de szóval az igazság, hogy nekem volt pontom, így nekem kellett nyerni. Akkor húztatok el igazán? Hát úgy volt, hogy a Barkóczi Laci csapattársunk elment egyedül, aztán utána felugrott rá a Vincefi Zsolt, aki
végül is utána nálunk is volt, mert a Barkóczi leszakadt. Aztán a Csabával mi ketten elindultunk egy dombon, utána értünk föl, és utánunk jött a Stej Gábor egy szexárdi gyerekkel, de hát ő nem bírta, így maradtunk négyen elő postásosok. Mentél már ezen a pályán? Hát Gemenc kupán mentünk visszafele, amikor a pécsi szakasz volt, ez a hosszú 170 kilométeres. Mennyire számított el erre az eredményre? Hát reméltem, hogy azért elől végzek, de hát egy országúti verseny az mindig nagyon sok szerencsével is jár, mert nem lehet tudni, hogy mikor kimegy el, tudok-e éppen ott lenni elől, vagy hogyha én mentem, utána befog a boly, akkor nem indul-e más, és akkor kibírom-e. Nagyon sok minden múlik egy ilyen verseny. A 40 év feletti férfiaknál első az ausztráliai Perth városából érkezett Nagy Attila, a második Bauer Attila, a harmadik Kovács Antal lett.